Midtjylland Ferencváros 2-0. Ez a realitás. Most lett vége a mérkőzésnek Dániában, nem régen. Hát 2-0 lányú vereséget szenvedett a Ferencváros, és meg kell, hogy mondjam, egyáltalán nem lepődtem meg. Én itt az ismeretségi körben azt tippeltem, hogy 3-1-re fogunk kikapni. Reménykedtem, hogy legalább egy gólt tudunk szerezni, de azt gondolom, hogy ez a realitás. Tehát új edzővel, rengeteg új játékossal még nem állt össze ez a csapat, és nem a kifogásokat keresem, egyáltalán nem volt egy kialakult játékstílusa a Fradinak a Stankovics mellett, tehát nem az történt, hogy egy kialakult játékrendszerhez hoztak egy edzőt, aki ugyanúgy folytatja tovább a munkát, hanem neki teljesen újra fel kell építeni a Fradit, és jelen pillanatban itt tart. Ez a mit jelent? Egy tapasztalt csapat, elég összeszokott csapat, régóta ugyanabban a stílusban játszanak, tehát azt gondolom, hogy sokkal előnyösebb helyzetben vannak. Ettől függetlenül szerintem az első fél időben a Ferencváros megmutatta, hogy körülbelül ezt a játékot fogjuk majd játszani, hogyha össze fog állni a Ferencváros. Nem játszottunk alárendelt szerepet, voltak olyan hibák, amik szerintem nem egészen kikényszerített hibák voltak. Akkor, amikor BL szintű letámadást mutatott be a Midtjylland, akkor voltunk nagy bajban, és a Real Gustavónak, aki eddig szerintem kiválóan játszott, lehetett látni, hogy ehhez azért nincsen hozzászokva. Föl voltak készülve Traoréból is, egyértelmű, hogy megpróbálták kikapcsolni a játékból, és még azt sem mondom, hogy túlságosan durvák lettek volna. A Ferencváros az első fél időben megmutatta, hogy körülbelül ezt lehet majd várni az összeszokott Jansen-féle Ferencvárostól, és azért megmondom őszintén, ez nekem tetszett. Az, hogyha esetleg majd az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában fogunk szerepelni, meg tudom bocsátani a csapatnak. Tehát én körülbelül azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Konferencia Liga és az Európa Liga között tarthat a Ferencváros felkészültségben, játékos állományban, és azért az, hogy merünk nagyot álmodni, az nem baj, de hogyha szembenézünk magunkkal, akkor láthatjuk, hogy a Fradinak a Bajnokok Ligája jelen pillanatban még azért távol van. Nem szabad feladni a reményt egyáltalán, és a Midtjylland nem mutatott olyan dolgot, amitől így nagyon össze kellett volna tolni magunkat, de most, hogy Varga Barnabás nem áll rendelkezésre, én azt gondolom, hogy a támadó szekcióban csak a Traoréra tudunk támaszkodni, és ez így nagyon kevés. Tehát az, hogy csak őre számíthatunk, ez így nagyon-nagyon kevés. És ez a török gyerek itt a Midtjyllandben, ez nagyon el kellene a Fradiba, ez a Simsír nevű, azt gondolom, hogy mindannyian azt, hogyha egy ilyen játékos tudnánk hozni, akkor mindenki így csettintene, hogy igen, tehát ez a srác egy BL szintű játékos. Amit hibának véltem én, főleg a Fradinál, hogy ugye nem volt elég kompakt a csapat, sokszor hosszúak voltunk, és ezekbe a résekbe be tudtak törni a Midtjylland játékosai, és amit lehetett várni a pontrugásokból, életveszélyesek voltak, de a legtöbb gólhelyzet ki nem kényszerített hibákból alakult ki. Dibusz Dűnesnek azt hiszem mindannyian gratuláltunk, hát ilyen flagmár ugni egy 11-est, de egyébként ott kell lenni, meg kell fogni, ez semmit nem von le Dibusz védésének értékéből. Egy valami zavart nagyon, de az borzasztóan. Még el sem kezdődött a mérkőzés, amikor a speaker már nagy gólarányú győzelemről beszélt, hogyha esetleg tovább mennénk, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy itt aki egy kicsit így többet várt a csapattól, az maga a speaker volt. Én megmondom őszintén, egy tisztes helytállást váltam egy tapasztalt csapattal szemben, de ez, amit megint a média munkatárs bemutatott, ez nem szolgálja az a magyar labdarúgás érdekeit szerintem. Tehát ott, ahol egy olyan csapattal szemben, akiről lehet tudni, hogy azért ez nagyon komoly kihívás lesz, azért ne beszéljünk már így, még akkor is, hogyha mindenki optimistán áll hozzá egy mérkőzéshez. Azt gondolom, hogy Jansen nagyon fel fog készülni a visszavágóra. Lehet róla tudni, hogy komoly elemzéseket szokott végezni mérkőzések előtt, mérkőzések után, de nincs elveszve egyébként még ez a továbbjutás, még hogyha baromi nehéz is. A realitás azt mutatja, hogy a második mérkőzésen elérünk egy döntetlent, és visszahullunk az Európa Ligába, de azért a remény nem szabad feladni. Itt egyelőre azzal van a legtöbb munka, hogy a csapat kompaktabb maradjon, lehet, hogy egy kicsit még az állóképességgel is gond van, és
A góllövő szekcióban kellene valami változtatás. Pešić nagyon kevés. Most nem tudta úgy lekötni a hátvédeket, és Traorét teljesen kikapcsolták meg, hogy mondjam, legtöbbször szabályosan állították meg. És ami a gond, hogyha nagyon előre húzódunk, akkor a hátvédeinkre a benyomuló részben teljes lendületet tudják hozni az ellenfél támadói a labdát. És ez nagyon sok hibát szülhet. Most persze majd beindul a gúnyolódás megint, hogy mit ért el a Ferencváros és a többi 10 idegen légióssal, de jó lenne, hogyha ezek a hangok szépen befognák a szájukat, mert semmi értelme nincsen. Úgyis hozzászoktunk ahhoz, hogy ha nyert a Ferencváros, akkor azért volt, mert idegen légiósok, ha nem nyert a Fradi, akkor is azért ment az idegen légiósok. Ha esetleg magyar játékosok voltak a keretben, akkor túl kevés volt a magyar játékos. Hogyha 11 magyarral állnánk föl, akkor meg az lenne a baj, hogy a Fradi. Tehát jó lenne, hogyha tudnánk egymásnak szurkolni egy nemzetközi mérkőzésen. Én elhiszem, hogy ez most már nem trendi. De higgyétek el, szerintem a régi magyar szurkolói mentalitás az, hogy nemzetközi mérkőzéseken igenis tudunk egymásnak szurkolni. És ezt jó lenne. És nagyon köszönöm a kispestiek jövő üzenetet, amit mérkőzés közben küldtek. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy néhány szurkolójuk így együtt tud érezni a Ferencvárossal nemzetköziben. Természetesen biztos vagyok benne, hogy ez így egy egymás ellen vívott mérkőzésen nem így lenne, de meg kell, hogy mondjam, én is nagyon-nagyon szurkolok azoknak a csapatoknak, akik majd ezen a héten meg tudják mutatni megint azt, hogy a magyar klubfutball azért egy kicsit lépett előre, és nagyon remélem, hogy az összes többi csapat sikeresebb lesz, legalábbis eredmény tekintetében. De én azt gondolom, hogy itt egyáltalán nem valott szégyent a Ferencváros, nem szenvedett katasztrofális vereséget, és azért a mérkőzés egy-egy időszakában azért fölül tudott kerekedni, a kapujához tudta szögezni a Mityilandot, és ezt jó volt nézni. Egyelőre az van, hogy az átmenetekben gyorsabbak, ki tudják használni a kompaktságunk hiányait, ki tudják használni a tapasztalatlanabb játékosoknak a hibáit, és egyértelműen látszott, hogy föl voltak készülve a csapatunkból. Jó lenne, hogyha Jansen is így fel tudna készülni, megtalálná azokat a hibapontokat, ahol a Mityilandot meg lehet fogni. Én egyelőre azt gondolom, hogy itt a támadó szekcióban van a legtöbb probléma. Pešić azt gondolom, hogy kevés. Traoré volt szerintem ezen a mérkőzésen, és Ron Mensz, aki megütötte szerintem a Mityilandnak a színvonalát, Dibusz Dénes természetesen ott van közöttük. A többiek egy kicsit talán visszafogottak voltak, nem biztos, hogy ugyanazt a szerepet kapták, mint az előző mérkőzésen, és azért úgy gondolom, hogy nincs teljesen összeállva ez a csapat a Jansen-féle taktikára, de meg kell, hogy mondjam, én mint mindig most is teljesen bizakodó vagyok. És még ha az is a realitás, hogy most a Mityiland fog továbbjutni, nem kell feladni a reményt, de akkor sem kell kardba dőlni, ha esetleg az Európa Ligában kell folytatni, vagy később mondjuk a Konferencia Ligában, mert minden perc ajándék a nemzetközi szezonban. Minden perc ajándék a nemzetközi mezőnyben minden magyar csapatnak. Azt gondolom, hogy ez az év egyébként is egy anyagilag biztos, hogy sikeres lesz a Ferencvárosnál. 2-3 játékos szerintem jó haszonnal való eladása, és remélhetőleg még folytatódik ez a nemzetközi eredményekből befolyt összegekkel, koeficiens pontokkal. Hát én egyáltalán nem vagyok elkeseredett. Persze jól esett volna látni most egy győztes Fradit, de hát mondom még egyszer, ma századszor, ez a realitás. Reménykedem a jó folytatásban. Hajrá magyar szurkolók, hajrá magyar foci, és hajrá Ferencváros! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!